Vasárnap népszavazás lesz, olvasható a hivatalos felhívás a győrújfalui polgármesteri hivatal ablakán. A település 1200 lakójának nem csak erre hívták fel a figyelmét, a polgármester levélben azt is leírta, szerinte hogyan kellene szavazniuk az embereknek. A 444.hu szerint Nagy Imre Attila a levélben azt írta, azért kell elmenni és nem elvoksolni, mert akkor nagyobb eséllyel kaphatnak pályázati pénzt, és ha esetleg kényszer betelepítés történne, akkor jobb eséllyel utasítják majd el, hogy bárkit oda küldjenek. Nem ezt akartam én mondani, hogy ezen áll vagy bukik bizonyos pályázatunk elbírálása. A független polgármester a híradónak már azt mondta, levele ellenére nem tudja, hogy számít-e majd a pályázatoknál, hogyan szavaznak a településen lakók, de szerinte a kormány listázza majd, hol milyen eredmény született. Hogyha ne adj Isten, mégis, és a ne adj Istenem van a hangsúly, kényszer betelepítésre kerül sor, akkor itt listák fognak születni. Ha azon a listán... De valamiért ezt gondolja, hogy itt már pedig lista fog születni, ha mondjuk erre sor kerül. Igen. Hát azért egy kétdiplomás, gondolkodó ember vagyok, tehát nem vagyok teljesen naív, tehát én erről meg vagyok győződve. Megkérdeztük a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkárát, kell-e tartaniuk a településeknek bármilyen szankciótól, ha nem a kormány szándéka szerint szavaznak, de erre konkrétan nem válaszolt. Minden kérdésünkre szinte szó szerint ugyanazt a választ adta. Nem a kérdésre válaszol ezzel. Válaszoltam a kérdésre, azt szeretném elmondani, hogy a vasárnapi népszavazás nem az uniós forrásokról szól, és nem a kormánynak van a kvótaterve, hanem a brüsszeli vezetőknek. Az MSZP szerint a polgármester levele törvénysértő lehet, ezért a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordultak. Orbán Viktor szerint ez a népszavazás ez egy nemzeti ügy, ez egy pártpolitikán felülálló nemzeti ügy. Én nem tudtam, hogy a nemzeti ügyeket így kell kezelni. Mi nem tudtuk, hogy a nemzeti ügyeket úgy kell kezelni, hogy zsarolunk, fenyegetünk és megtévesztjük a saját választópolgárainkat. A Demokratikus Koalíció pedig az Unió csalás elleni hivatalához fordul az ügyben.